Ahogy említettük, Tüttő Kata a vendégünk, ezért csokolom, jó reggelt, kívánok, jó és Isten éltessen nőnapon. Mondja, kezdjük ezzel, legyen kedves, hölgyként, nőként érzed bármikor is megkülönböztetést, például politikusként érezte úgy, hogy akár bizonyos kérdésekben legyek megengedő, többet számít a szava, vagy pedig érezte azt, hogy például kevesebbet számít a szava? Nagyon más nőként politizálni, mint férfiként. Szoktam erről a kollégákkal beszélni. Hagyj kezdjem azzal, hogy a meg nem mutatott, de kapott csokoládét én felajánlom az ATV összes szerkesztőjének, mert hogy az ATV nagyon-nagyon sokat tesz a női politikusok láthatóságáért. Tehát az egyik dolog, ugye a Nemzetközi Nőnap, az még valójában nem ünnep. Ez az a nap, amikor a virág mellett, meg a csokoládé mellett arról szoktunk beszélni, hogy a nők és férfiak esélyegyenlőségéért folytatott küzdelem hol tart ma. Mert hogy beszélhetünk arról, hogy van jogegyenlőség, de még esélyegyenlőség nincsen. És ezért én is hoztam egy nőnapi kiadványt. Ez a nőügyek kiadvány foglalkozik azzal ma Magyarországon, amivel egy baloldali politikus is foglalkozik, hogy mi az, ami a nőket, a nők vállát a legjobban teherként nyomja ebben az országban. És jó, hogy Herceg Mária beszél az azonos bérekről, de a másik ilyen probléma ez a gondoskodási válság. Hogy mi férfiak és nők nem egyenlően osztunk meg minden munkát. A fizetett munkákat nagyjából egyenlően, bár a béreink nem ugyanolyanok, de van itt nagyon sok nem fizetett munka. Elsősorban gondoskodási feladat. A gyerekekről való gondoskodás, az idős szülőkről való gondoskodás, ami főleg a nők vállát nyomja, és ezek nem fizetett munkák. Ezek azok a munkák, amiket mások meg szoktak köszönni ezeken a napokon, egy szál virággal, de ez évi 800 óra többletmunka. Évi 800 órával dolgozunk mi többet, nők, gondoskodási munkakörben, mint a férfiak. Ilyenkor szoktunk arról beszélni, hogyha valóban szeretnénk boldogabb családokat, és szeretnénk, hogyha több gyermek születne, akkor sokat segítene, ha a férfiak és a nők jobban megosztanák ezeket a nem fizetett munkákat. Mert a nem fizetett munka egyébként a szabadidő rovására, meg a fizetéssel töltött munka helyett történik. És ennek az a következménye egyébként, hogy nem csak, hogy kevesebbet keresünk, de később sokkal alacsonyabb lesz a nyugdíjunk. Tehát amikor beszélünk arról, hogy az Európai Unióban milyen fontos ügyekről beszélünk, például arról, hogy egy átlagos európai nyugdíjas nő 40%-kal kevesebb nyugdíjat kap, mint egy férfi. És ezekről van dolgunk beszélni, és nem a virág helyett, hanem a virág mellett szeretném minden nemzetközi nőnapon, hogy arról beszélnénk, hogy hol tart az egyenlő esélyekért folytatott küzdelem. Tudunk valamit egyébként nemzetközi összehasonlításban? Tehát nálunk tényszerűség, hogy általában véve a nők valóban kevesebbet keresnek ugyanabban a munkakörben, más nyugat-európai országokban mi a helyzet ezen a téren? Hát ez mindenhol így van. Tehát mindenhol. Az olló valahol kisebb, valahol nagyobb. Ugye ezek a 10%-ok így nem elég konkrétak. De azt szoktuk mondani, hogy Magyarországon mi november közepétől ingyen dolgozunk. Tehát ezt jelenti ez a bérkülönbség. Mit lehetne tenni? Bocsánat, igen. Mit lehetne tenni? Én például néhány nappal ezelőtt voltam az Érd női kézilabda csapatának mérkőzésén. A hétvégén pedig a Fradi női kézilabda csapatának mérkőzésén vagyok. A szurkolók egy jelentős része férfi ember, és gyakorlatilag boldogan, önfeledten szurkol egy hölgy csapatnak, mert abban a hölgy csapatban, abban a hölgy koszorúban látja, hogy sikerül, magyar siker. Ebben én például nem látok különbséget. Női csapatoknál vannak olyanok, Pécsett a női kosárlabda csapatnak, jóval nagyobb volt mindig is a szurkolótábora, mint a férfiaknál. Tehát itt például egy szurkoló, aki ugye érzelemből tetszik a meccs, szurkolok nekik, nem tetszik, hazamegyek, és nem szurkolok, ebben például semmi különbség nincs. Tehát ilyetén módon így lehetne mondjuk úgy, hogy érzékenyíteni a társadalmat, nem? Biztos, hogy ez is egy jó módja. A munkák kapcsán azt szoktuk mondani, hogy ott van az igazi különbség, hogy a legjobban fizetett és a legrugalmasabb szakmákban nagyon alacsony a nők aránya. Tehát ma az informatikai területen, ami egyébként jól összeegyeztethető lenne a családdal, magas jövedelemmel jár, itthon 20% alatt van a nők aránya, talán 10% körül. És amikor megkérdezik, megkutatják cégeket, ez mindenkinek fontos, hiszen munkaerő hiány van, hogy miért van ez, akkor azt találják, hogy ez a pont a nemekhez kapcsolt
elvárások miatt van. Mert hogy nem tekintjük egy női szakmának az informatikát, nem tekintjük a nőket elég okosnak a matematikában. És ezek az elvárások nyomot hagynak. Tehát amikor egy fiatal lány elkezd gondolkozni arról, hogy milyen pályát válasszon, akkor igenis a közössége orientálja, hogy ha nő, akkor menjen inkább egy gondoskodási pályára, ami egy nagyon-nagyon rosszul fizetett pálya, mert hogy ezt a szakmát szánjuk a nőknek, ha férfi, akkor válasszon egy magas presztízsű, jól jövedelmező pályát. És itt eldől már nagyon sok minden. Hiányoznak a jó példaképek az országban. Ezért fontos a női politikusok láthatósága is. Viszont nőként ugye szerencsére politizált, térjünk át napi politikai kérdésekre. Egy picit talán nehezen lehet kiigazodni a kormányzati kommunikációban, hogy vajon meddig hajlandó elmenni a Fidesz azért, hogy a néppárton belül maradhasson. Tegnap ugye napilap cikkében, a Magyar Nemzet cikkében lehetett olvasni, amely arról szólt, hogy lépjen ki a Fidesz a néppártból, és mivel ugye a Magyar Nemzetről van szó, ezt kvázi ilyen picit kormányzati kommunikációként lehetett értékelni. Aztán Orbán Viktor viszont azt mondta tegnap, hogy az európai parlamenti választás közelettével érthető a kampányláz, a türelmetlenség és az izgalom fokozódása, de ami most kell, az csigavér és higgadtság. Hogyan lehet ezt lefordítani? Mi a terv ön szerint? Hát ugye én nem tudom, mi a tervem, mert nem ülök annál az asztalnál. Ugye mi kívülállók semmi más nem csinálunk, mint spekulálunk. Spekulálhatunk együtt. De azért beszéljünk arról is, hogy ez miért fontos nekünk. Mert egyébként ez lehetne a Fidesz magánügye, meg az Európai Néppárt. Hát de azért nem az. De nem az. Tehát én a Magyar Nemzet levelet egy névtelen szakító levélnek tekintem. Tehát ugye nem gondolom, hogy ez független a miniszterelnöktől az ott megjelent sorok. Mert tudjuk, hogy semmelyik propagandalapban megjelent anyag nem független. Egyébként a központi kommunikáció. Bocsánat, megágyaznak annak, hogyha esetleg mégis kipenderítik a Fidesz a néppártból, akkor azt lehessen mondani, hogy hát egyébként jobb is ez már így nekünk, mert ez a néppárt már nem az a néppárt? Jó. Az én személyes meggyőződésem az, hogy már rég eldőlt, hogy a Fidesz ott hagyja a néppártot. De ez nem ugyanaz, az újságíró, igen, az újságíró két kérdésfeltevés, vagy az ön válasza más spektrumból indul. Hadd kérdezzem meg akkor, mi az ön kezdeti, tehát a Fidesz azt fogja mondani, hogy mi megyünk, vagy megvárja, amíg azt mondják, hogy kiteszünk titeket? Szerintem ő fogja mondani, hogy mi megyünk, mert ez passzol a miniszterelnök személyiségéhez. Mi ennek a követett, miért rossz ez ma nekünk? Mert egyébként nem kellene ezzel foglalkozzunk. Azért rossz ez ma, mert hogy pont ugye az Európai Néppárt a kormányzó párt ma egyébként az Európai Unióban, és hogy éppen most tárgyalják azt a 7 éves költségvetést, amihez már többször nem lehet hozzányúlni. Most kellene ott ülni annál az asztalnál, ahova oda kellene vinni a nekünk fontos ügyeket. Ilyen az energiaszegénység ügye, amivel most ott kellene álljunk az asztalnál, mert hogy ez nálunk a családoknak több mint a harmadát érinti, hogy nem tudják rendesen fizetni a számláikat, hogy rossz minőségű, nem fűthető, nem jól hőszigetelt lakásokban élnek. De ilyen ügy pont a fiam generációt, meg a lányom generációját érintő éghajlatváltozási ügyek. Tehát én mindig végighallgatom a köztársasági elnököt, csak a konkrét tetteket nem látom, amit követ. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt járt, és Isten éltessen még egyszer nőnap alkalmából.